Dr. Kreutzer minden csütörtökön ötkor csöngetett a mamánál, és szemét forgatva várta, hogy az öregasszony végre ajtót nyisson. Amikor hosszas matatás, szitkozódás, kulcscsörgés után az összes zár és heveder kinyílt és beléphetett, nagy sóhajtással engedte le az ebédlőasztalra mindazt, amit az anyja telefonon megrendelt. Dr. Kreutzer a legjobb élelmiszerekhez is hozzáfért, az arcképes igazolványával bármelyik üzletben vásárolhatott. A mama egyenként ellenőrizte a becsomagolt sajtokat, figyelmesen kihajtogatva a papírt, beleszagolva az áruba. Szemrevételezte a felvágottakat és a tej szavatossági idejét. Csak egyféle tejet lehetett neki hozni, a többiről azt állította, hogy mesterségesen állítják elő mindenféle porokból vegyipari módszerekkel. Hogy megtömjék az éhesek hasát. Látott a tévében egy elrettentő kisfilmet az élelmiszeripari mahinációkról, és azóta csak ezt az egyfajta tejet volt hajlandó elfogyasztani. Az sohasem derült ki, hogy a külföldi cégnek, amelyik a polgárháború után felvásárolta a nagymúltú vállalatot, miért szavazott több bizalmat teipari versenytársainál. Minden esetre alapszabályát tette, hogy kizárólag azt az egy márkát lehet megvásárolni. A többi szintetikus, génkezelt szar, Attól van itt ennyi őrült, mutatott ilyenkor le az utcára. Dr. Kreitzer nagy ügyjel bajjal kikeszmergett a liftből, mindkét karja tele volt, a könyökével lökte ki a folyosóajtót, aztán lepakolta a földre a papírszatyokat. Felesleges volt ennyi mindent hoznia. Az anyja az utóbbi időben szinte csak mandarint evett. Annak is főleg a levét szopogatta. A megcsócsált maradékok és kiköpött magok kis tányérokon száradtak szanaszét a lakásban. A fia a tömött papír zacskókkal inkább csak a saját lelki ismeretét akarta nyugtatni, elhitetni magával, hogy ő igenis mindent megtesz a mamáért, amit csak lehet. A legelitebb helyekről hoz neki kaját. Nem szerette az anyját. Ránézett a mobiliára, két perc volt hátra ötig, háromszor röviden megnyomta a csengőt. Volt kulcsa, de a rituálé szerint mindig három rövid csengetéssel jelezte, ha megérkezett. A mama ilyenkor elnyújtott hangon kikiabált, hogy igen, aztán megkérdezte, te vagy-e kisfiam? Húsz éve minden áldott héten elhangzott a kérdés, amire dr. Krajcer mindig azt felelte, hogy én ki lenne más mama. Aztán várt a csoszogásra, a hosszadalmas zárnyitogatásra. A mama nem válaszolt. Biztos elaludt, gondolta a dr. Kreutzer, mert az anyja az utóbbi időben napközben is gyakran szúnyókált. Valahányszor csak bekapcsolta a tévét, mindig elbólintott, és a parkettára ejtette a távirányítót a kezéből. Dr. Kreutzernek össze kellett ragasztani a szigetelő szalaggal, mert időnként az elem is kicsusszant belőle, és miután egyszer egy döbbent páciens füle hallatára üvöltve magyarázta a mamának rendelési szünetben a gangról, hogy melyik a pozitív és a negatív oldal, úgy döntött inkább, körbetekeri fekete ragasztószalaggal az egész távirányítót. Miután a sokadik csengetésre sem jött válasz, előkereste a saját kucs csomóját, és benyitott. A lakásban csend volt. Nem szólt tévé, csak az elektromos masszírozó fotel halk zúgását lehetett hallani. A fotelt dr. Krajcer egy hónappal azelőtt vásárolta egy internetes akció keretében. A műszaki leírás mellett egy rövid tájékoztató füzetet is találta a dobozban, amely szerint a masszázsfotel serkenti a vérkeringést, stimulálja a pangóvénákat, és egészében véve kedvezően hat a közérzetre. A mama közérzetén ez az új bútor csak javíthatott. Nem úgy panaszkodott már rutinból, ahogyan régentette, tette. Nem csak a szokásos litánia hangzott el érzéketlen eladókról, hangoskodó szomszédokról, nyegle és pénzéhes orvosokról. Ezeket az ismétlődő sérelmeket a fia már megszokta. Szinte oda se figyelt rájuk, unottan válaszolgatott. Az utóbbi időben viszont dr. Krajcer anyja valahogy csendesebbé vált. És olyasmiket emlegetett kislányos hangon, amik korábban nem szerepeltek a bejáratott panasz Azt állította, hogy a lépcsőházba hajléktalanok vették be magukat, a pincében bújkálnak. Gyerekeik is vannak, rongyosak, tetvesek fel tudnak mászni az eresz csatornán. Beosonnak hozzá a lakásba, és elemelnek ezt-azt. Kieszik például a bombont a konyhaszekrényből, még akkor is, ha külön fémdobozba hátradugja a rizs mögé. És ez még mind semmi. Hogy éjszaka felkúsznak a hajléktalanok az erkéjére, és mindenféle disznóságokat kiabálnak be az ablakán, utána pedig már képtelen visszaaludni. Dr. Kreutzer figyelmesen, félig meddig szakmai füllel hallgatta az újfajta, olykor meghökkentő sérelmeket, és magában nyugtázta, hogy az anyja friss történetei a demencia első jeleiről tanúskodnak. A mama, noha világ életében irritálták a gyerekek, a fia minden látogatásakor sérelmezte, hogy az unokák ritkán jönnek hozzá. Ha viszont nagy néha sátoros ünnepeken mégiscsak megjelentek a szüleikkel, szépen felöltöztetve, már előre megfegyelmezve és kioktatva, állandóan a nyomukban totyogott és aggodalmaskodott, hogy leverik a porcelán álló lámpát, amihez, ezt minden alkalommal elmesélte, külön kellett rojtos ernyőt csináltatnia, vagy attól rettegett, hogy a gyerekek játék közben kihajolnak a nappali ablakán és egyszerűen kizuhannak a járdára. Az erkére eleve nem mehettek ki, azt ilyenkor egy biztonsági lánccal lezárta. Dr. Kreutzer maga is ebben a lakásban nőtt fel, és bár erre számtalan alkalma adódott volna, soha nem zuhant ki, se a nappali, se a konyha ablakán. Igaz, akkor még más idők jártak, és a gyerekek is kevésbé voltak, elvetemültek, mint ezek a mostaniak. Dr. Kreutzer anyja most a foterban feküdt, vértelen arccal, csukott szemmel. A fia ránézett, és azonnal tudta, hogy halott. A nyak- és válmaszírozó program miatt a feje ide-oda rászkódott, mintha még most is hevesen csóválná, mintha csak vitatkozna, hogy nem, nem, kisfiam, egyáltalán nincs igazad ebben sem. De doktor Krajcernek ezúttal megfelelbezhetetlenül igaza volt. Vitára nem volt mód. Közelebb lépett, megfogta az anyja csuklóját, és megbizonyosodott róla, hogy nincs pulzusa. Megkereste a kikapcsoló és leállította a fejet kínosan ide-oda billegtető masszás programot. Ahogy közelebb hajolt, Zoknis lábával hirtelen belelépett valami puha, nedves dologba, egy gerezd megcsócsált mandarint taposott szét a perzsaszőnyege, ami rögtön fel is ragadt az okni a Zoknia talpára. Bassza megfakadt ki hangosan, mint akit egyszerre két csapás is ért. Aztán megtámaszkodott a fotel karfájában. Mandarintól nedves ujjaival óvatosan hozzányúlt a mama arcához, mintha egy sose látott, kiszámíthatatlan tereptárgyal ismerkedne. Az arc még langyos volt. Dr. Krajcer leereszkedett a kanapéra. Két oldalt virágos díszpárnák álltak, ahogy már időtlen idők óta. Gyerekkorától ismerte ezeket a hímzet, elkoszolódott párnákat megborzongva emlékezett vissza, hogy valahányszor ledölt egy kicsit a kanapéra, mindig megérezte a szöveten az édeskés parfümöt. Ha ilyenkor az anyja véletlenül áthaladt a szobán, pikirten rászólt, hogy ne fetrengjen itt, aludni éjszaka kell, inkább csináljon valami hasznosat. Az a tény viszont, hogy a párnákból az anyja hajlakjának és túlillatosított bőrének jellegzetes szaga árat azt bizonyította, hogy időnként ő is lepihen a nappaliban, ha más nincs otthon, hogy ugyanoda fekszik le méghozzá napközben. Azóta, hogy ennyire megöregedett, ezt nyilván sokkal többször megtette. A párnák kirojtosodtak, megkoptak, a hímzés több helyen foszladozott. Középen a két régi párnától szimmetrikus távolságra állt két rikitúan új is, amelyet rányomtatott pipacsok díszítettek. Dr. Kreutzer arra gondolt, hogy az anyja ezeket a közeli kínai boltban vásárolhatta a kirakatban, mintha látott volna valami hasonló élénk mintát. Jó lett volna azt gondolni, hogy most is csak elaludt. És ez az egész, ami így zajlik, puszta tévedés, rémálom, aminek mindjárt vége, és hamarosan elmagyarázhatja a nyűgösen ébredő öregasszonynak, hogy mit hova pakolt a hűtőben, aztán folyhat tovább a nap a megszokott mederben bámult maga elé, és igyekezett gondolatban megbékélni egy esetleges második verzióval is. Nem volt felkészülve ekkora váratlan feladatra. Felállt, újból megérintette a testet, végig simított a májfoltokkal petjezett alkaron. Itt, mintha árnyalatnyival hűvösebb lett volna már az anya bőre. Felhívta a mentőket bemutatkozott és bediktálta az elhunyt nevét címét. Amíg az orvost és a hullaszállítókat várta, igyekezett magában elköszönni az anyjától. Bár nem volt hívő, eszébe jutott, hogy ha létezik lélek, már pedig miért ne létezne, sőt, éppen az ő szakmai fennhatósága alá tartozik, akkor még itt kell tartózkodnia a szobában. Ezért legalább fejben megpróbálta megszólítani ezt az itt időző szubstanciát, még utoljára kapcsolatba lépni vele. Ám amikor a kövér sápat testre nézett, hirtelen az a kényelmetlen érzése támad, hogy az asszony most is helyteleníti a viselkedését. Hogy valamit már megint rosszul csinál. Töprengetni mi volna hát a mama szerint is megfelelő lépés ebben az idétlen átmenetben, ami még nem a hivatalos gyász. Sose érezte jól magát kettesben az anyjával. Most aztán pláne nem. A családtagok villant fel benne. Ez az, ilyenkor fel kell hívni a családtagokat, és közölni velük, hogy a mama meghalt. Izlegette a szót, mintha készülne rá, hogy hamarosan ki kell mondania. Először is a gyerekeit kell értesíteni, végtére is az ő nagyanyjukról van szó, még ha ritkán látták is pálma mamát. Beütötte a fia számát, de csak Vilmos üzenetrögzítőjével tudott beszélni. Utána Emmácskát hívta, de ott is a rögzítő válaszolt. Aztán eszébe jutott, hogy hát persze, biztos külön órán vannak, nem tudják felvenni a telefont. Megint a fotelhez lépett. Mert ideje volt ráhangolódni a gondolatra, hogy a holttestet hamarosan elviszik. Erről rögtön eszébe jutott, hogy az anyját talán abban a ruhában temetik majd el, amit most visel. Ha pedig ezt másképp akarja, akkor neki kell átöltöztetni. A gondolat visszarettentette. Úgy döntött, a világoskék kék pulóver és az otthoni pamutnadrág tökéletesen megfelel a célnak, legfeljebb egy cipőt húz a lábára. Kiment az előszobába, vizsgálgatni kezdte a sorba rakott cipőket. Ahogy lehajolt, rádöbbent, hogy most már nyugodtan visszavehetné a sajátját, hiszen senki nem fog rászólni, hogy tudja-e, mennyibe kerül a nagy perzsa tisztítása.